Nyilván nagyon sokan hallottak arról, hogy működik egy nemzetközi vetőmagbank a Spitzbergákon. Nos, ettől a vetőmagbanktól nem messze, mindössze néhány száz méterre hozták létre 2017-ben az Északi-Sarki Világarchívumot, ugyanazzal a céllal, mint amely céllal a vetőmagbankot, hogy itt őrizzék meg tulajdonképpen az idők végezetéig az emberiség tudáskincsének és kultúrájának a javát. Ebben a világarchívumban helyeztük el a mi tekercseinket, a mi filmtekercseinket. Ez az archívum egy szénbánya mélyén található, ennek az egyik vájatában helyeztek el egy trezort, és így gyűjtik most már évek óta több mint 20 országnak a kulturális kincseit. Magyarországról az Országos Széchenyi Könyvtár az első intézmény, amelyik elhelyezte itt a dokumentumait, és a világon is mi vagyunk a második könyvtár, amelyiknek a kincseit megtalálhatók. A Nemzeti Könyvtár számára a digitalizáció, illetve a digitalizálás stratégiai kérdés. Az elmúlt években kialakításra került itt az F épületben, a Nemzeti Könyvtárban egy olyan digitalizáló központ, ami tulajdonképpen Közép-Európában egyedülálló, mind méretében, mind az eszközök számában. Úgy nagyságrendileg 50 eszközzel dolgozunk. Ez körülbelül azt teszi számunkra lehetővé, hogy éves szinten elérjünk egy 10 milliós oldalszámú digitalizálást, ehhez körülbelül egy 30-35 fő, aki ideális és ideálisan tudja folyamatosan működtetni ezeket az eszközöket. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az itt dolgozó kollégák folyamatos képzést kapjanak, a professzionális működésnek ez elengedhetetlen feltétele. Itt vagyunk egy olyan sátornál, ahol készülnek a nagy művek. Pontosan milyen munkafolyamat zajlik itt? Itt a könyvtári digitalizálásnak a fotós digitalizálási részlegét láthatjuk. Maga a munkafolyamat az alapvetően nem különbözik egyéb fotós fotodigitalizási eljárásoktól. Ami kicsit más egyéb fotós tevékenységtől, azok a fények, és ez a sátor maga, illetve a berendezés, egy különleges gép, amivel fényképeznek a hölgyek. Akkor szerintem kezdjük is a géppel, életemben nem láttam még ezt a márkát. Ez egy Phase One fényképező. A Phase One-ról azt kell tudni, hogy gyakorlatilag a fényképezőgépek királya jelenleg, amia óta szerintem átvette ezt a szerepet. Közepes formátumú kameratechnológiáról van szó, ami azt jelenti, hogy 100 megapixeles hátfallal üzemel ez a Phase One XF berendezés. Látható, hogy a pozitúrája egy lefelé néző 90 fokos beállítás, jelenleg egy oszlop tetején van, egy motorikus oszlop tetején. Egyébként ezzel a kamerával nehéz is lenne kézből fotózni, mert ez egy nagy súlyú kamera, tehát egy fémvázas, nagy objektívvel rendelkező kamera. Fontos ugye a fények beállítása, hogyan kell megcsinálni ugye a fényeket, hogy ez a fénykép az tényleg a lehető legjobb minőségben készüljön el? Kettő szempont van, ami befolyásolja a fényformálást. Az egyik, az elsődleges szempont az a dokumentum állagmegóvása. Szóval van egy műtárgyvédelmi szempont, megvan adva a luxérték, hogy milyen erős fényjel, milyen felületű bevilágítással lehet ezeket a dokumentumokat lefényképezni. A másik szempont pedig a digitalizás minősége. Szóval van egy állandó fénytartomány ennek a fénynek, egy állandó CRI értéke, nagyon fontos a szintér, amiben dolgozunk, és ehhez kapcsolódik például a kifejezetten műtárgy, illetve archívumi közgyűjtemény digitalizásra alkalmas lámpákhoz. Van egy színkalibrációs rendszerünk is, illetve egy képkalibrációs rendszerünk. Látható egy érdekes kis színes eszköz ott a kép és az oszlop között, egy kis vékony eszköz, nem tudom, hasonlít, mint ez az eszköz, csak ennek a kis testvére, ez egy színkalibrációs target, egy minőségbiztosítási rendszer része, nem csak színt, hanem
képélességet, felbontásértéket, az asztal kiegyensúlyozottságát, vízszintességét is tudjuk ezekkel az eszközökkel mérni. Egyébként ez egy platinából készült lap. Ott megfogad, arra kérnélek, hogy a tetejére ne nyúj, mert az új lenyomatok ezt módosíthatják. Mi történik itt a számítógépben? A számítógépen láthatunk most egy expozíciót, az előző exponálás eredményét. Láthatunk egy olyan képet. Kérlek, egy exponálba nagyíts bele, Dorka. Látható a felbontása ennek a képnek. Ez egy nagy felbontású felvételezés. Ez 100 megapixellel történt maga az exponálás is. Láthatók a dokumentum részlete is nagy pontossággal. Ez a technológia, ez ötvözi az analóg és a digitális technológiákat. Ugye azt már tudjuk, hogy a papír az évezredekig, évszázadokig is eláll, ha csak nem éri valamilyen olyan fizikai behatás, ami az elpusztulását eredményezi. Most már azt is tudjuk, hogy a filmszalagok, a mikrofilmszalagok is hosszú-hosszú évtizedekig meg tudnak maradni. Amiről nincs bizonyosság az, hogy mi történik a digitális adatokkal, a digitális hordozókkal évek, évtizedek múlva, illetve azt látjuk, hogy a digitális adatok azok azért hajlamosak 10-20 év elteltével eltünedezni. Hát elég, ha arra gondolunk, hogy ma már egy 90-es évek elején kiadott CD-romot, nincs is olyan eszköz, amivel meg tudnánk nyitni, de gyakran az adattartalom is eltűnik róla. Az a technológia, amellyel mi 2018-ban találkoztunk, az garanciát jelent számunkra arra, hogy évszázadokig megőrződhetnek a digitális adatok is. Itt arról van szó, hogy egy speciális lézeres eljárással a digitális adatokat filmszalagra másolják. Ezeket a filmszalagokat aztán speciális tárolódobozba helyezik el, és ezeket a tárolódobozokat tesszük be aztán abba a trezorba, amely körül folyamatosan -4 fokos hideg van. Ugye ez biztosítja a permafrost, azaz az örökké fagyott talaj. Egy újabb fotóközpontú munkállomásnál vagyunk. Mit érdemes tudni erről a részről? Mi történik itt? Így van. Ez is egy alapvetően fotó érzékelővel felszerelt munkállomás. Különlegesség ennek a munkállomásnak, hogy ebben is egy fézon hátfal üzemel. Egy nagy felbontású középformátumú hátfal, egy érzékelőrendszer, és egy ipari digitalizáló könyvbölcső, és egy maga a fénytechnológia és egy ipari feladatokra optimalizált eszköz született ebből az egészből. Mi történik itt pontosan? Mert ott fönt azt láttam, hogy fotóztunk oldalakat, de akkor itt ez a gép mit csinál? Ez a gép ugyanúgy fotózik. A különbség az, hogy van egy könyvbölcső rendszer. Ez a könyvbölcső azt jelenti, hogy két különböző, különálló tálca mozog. A tálcák le- és felsüllyesztésével a könyv az egy 180 fokos nyitottság mellett digitalizálható. Mindezt úgy, hogy mindig ugyanoda kerül a fókuszpontja. Az a különleges üveg, ami most leereszkedik, az egy AR üveg, ami azt jelenti, hogy tükröződésmentes üveg, és ezáltal egy sokkal jobb minőségű digitalizálás érhető el. Miért nem tudjuk ezt mindig használni? Az előbb említettem, hogy mindig van egy műtárgy, egy állományvédelmi szempont, és bizonyos könyvek nem digitalizálható üveg érintésével. Az állapotától függően, korától függően, lehet óránként egészen a 200-300 oldaltól egészen a bizonyos szkennerek teljesítménye, nem ezen a gépen, de több ezeres nagyságrendet is elérheti. Ez az eszköz inkább egy átgondolt, megfontoltabb tempóra alkalmas. ből látunk itt egy füles bagoly számot. Mi történik ezzel? Ezzel is digitalizás történik most. Ez egy
annyiban más a berendezés, hogy ez egy nagy formátumú könyvszkenner, A0 méretű lehet szkennelni. Ez egy Zolcsál 14000 A0 HQ berendezés. Itt is vannak pedálok, mint az összes többi hasonló beolvasó asztalos megoldásnál. Az előbb látott ScanStudio-nál látott HIMBA rendszer itt is működik, tehát egy ugyanúgy külön, illetve egyszer is lehet a tálcákat mozgatni, egy hidraulik és a működő üveg szorítja hozzá a digitalizáló tálcákhoz. Ez is ugyanaz a típusú üveg, ami... Igen, ez is egy ilyen speciális üveg. Itt ami érdekesség még, hogy az egész rendszer úgy van kitálva, hogy torzításmentesen lehet digitalizálni. Maga az olvasófej, mindjárt láthatjuk, hogy hogyan mozog, az olvasófej végig pásztázza egy ilyen tükörrendszer segítségével. Tükörrendszer megvilágítása mellett a digitalizálandó felületet. És egy ilyen fénysugár végighalad a táncán, miközben a szenzor beolvassa az információt.